Sziasztok, ez itt Trükkök és Praktikák, és a mai első videómban kutyusos gazdiknak szóló praktikákat mutatok be. Az első trükk vagy praktika, ugye sok kutyus szeret labdázni, és hát összenyál ezek a labdát, ami nekünk egy kisebb problémát jelent, de erre azt találtam ki, hogyha egy használt kesztyűvel labdázunk a kutyusunkkal, akkor nem lesz többé nyálas a kezünk, és már mehet is a játék. A következő trükk arról fog szólni, hogy ugye én szerintem sok kutyusos gazdinak ismerős az, hogyha valahova el szeretnénk menni, de még megsimogatjuk utoljára a kutyusunkat, és összeszőröz minket, de semmi probléma, hiszen minden boltban lehet kapni ilyen kis keféket és ilyesmiket, és csak így szinte lesöpörjük magunkról a szört. A harmadik praktika, megakadályozhatjuk vele a kutyusunknak a büdös szájszagát. Mindössze csak annyit kell tennünk, hogy egy petrezselymet bele kell tépkedni a tápjába, és elrejtjük benne, észre se fogja venni. A negyedik tanácsom az, hogyha egy nagyobb útra visszük kedvencünket sétálni, akkor vigyünk magunkkal nasolnivalót, egy kis vizet, és persze egy tálkát, amibe kiöntjük a vizet, amikor pihenünk. Az ötödik praktikám az lenne, hogy rendszerezzük össze a kutyusunknak a tárgyait, akár egy cipős dobozba is bele lehet rakni, és hogyha például sétálni szeretnénk menni, akkor nem kell keresni a pórázt, hiszen tudni fogjuk, hogy benne van a cipős dobozba. Ebbe rakhatunk akár kis tálat is, labdát, ugye a kesztyűt, meg ilyesmiket. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljatok, és nézzétek továbbra is a csatornámat. Sziasztok!